Még réges-régen az úr 2011. évében bemutattam a Magicka első részét, amikor még olyan volt a hangom, mint egy leszerált teknős békának egy időhurokban. A játékban egyébként is sokat hal az ember, még csapattal is. Ezért az egyik legelső varázslat, amit megtanulunk, az a felélesztés. Ha valaki már nem emlékszik rá, akkor borzasztóan tetszett ez a kis izometrikus varázslós hack and slash játék, mert nagyon üdítően közelítette meg a varázslást egy videójátékon belül. A kezünkbe nyomta 8 elemet, amit használtunk, és azt mondta, hogy a többi rátok van bízva. Mert ebből az sült ki, hogy a harcok egy gyönyörű káosznak indultak, és gyönyörű taktikai csatává váltak a játék lefolyása alatt. Az elején csak ész nélkül püfölöd a billentyűket, mint egy epilepsziás oktopusz vár, vagy amikor elsütöd a betárazott varázslatodat, ne egy izmosabb böfögés legyen, hanem két pokol kínzó kénköves dákolja pusztítson a kis goblin fajzatok egész hadán. A végére meg már sok próbálkozásból, meg halálból sikerült kibogarászni, hogy milyen helyzetben mit érdemes csinálni. Baromi organikusan tudott fejleszteni téged a játék egész alatt, anélkül, hogy fogni kellett volna kezed, vagy megoldásokat a pofádba tömni. Meg természetesen dobott rajta még egy lapáttal az, hogy a játék alapvetően 4 fős kópra van kiegyezve. És akkor a játék humorára ne is beszéljünk, rengeteg kis apró utalás volt benne elrejtve, a karakterek nem vették magukat túl komolyan, vagy ha igen, akkor már komikusan végletekig. Na, és ezt a játékot látták úgy a fejlesztők, hogy ide egy folytatásba továbbvinni. De hogy mi a probléma? Ezt nem igazán tették meg. Játék közben nagyon az az érzése, mint hogyha Magicka egyen játszanék, ami egyfelől persze jó, mert az egy jó játék volt, tehát jó alapja bármilyen folytatásnak, viszont azért rossz, mert nem érződik semmilyen fejlődés. Amiket behoztak, azok meg mind olyasmi, aminek nem tudok őszintén örülni. Kaptunk egy 4 helyes action bárt, amire már az előző részben is megismert ellőhető varázslatok mehetnek, még mindig meg lehet azt csinálni, jó kombinációba beütöd az elemeket és nyomsz egy space, de 4 fontosabbat most berakadsz ide, és használhatod egy kis újratöltődés idővel szinte megkötések nélkül. Például tudod használni, miközben más tárazol be a varázslatokból. Egyfelől ez jó, mert ha hirtelen gyors futás kell, akkor nem kell kiütnöd egy keményebb varázslat elemeit, másfelől viszont a játék szerintem egyik legjobb aspektusa az volt, hogy ezeket a varázslatokat be kellett tanulnod, és rá kellett jönned, hogy hogy tudod harc közben használni. Például az újraélesztést. Itt most megnyomod a 4-est és működik. Ez az új játékosokat szerintem elkényelmesíti, és eszükbe se jut, hogy megtanulják az élet plusz villámmal space-szel használni. Ugyanez a többi varázslatra is igaz. Az hozzátett szerintem a játékhoz, hogy egy nehéz szituációban gyorsan be kellett ütnöd a gyors futást. Ha meg elrontottad, az szintúgy hozzátett az élményhez, és így fejlődtünk. Persze, ha megnézzük, hogy milyen platformokra jelent meg a játék, ott fél a PlayStation 4, amihez nyilván kontroller baráttá kellett tenni a kezelést, és mi próbáltuk kontrollerrel kóban, tényleg oda jól jön, de egyszerre nem tudom elhesegetni a gondolatot, hogy ott is bele lehetett volna tanulni a használatába. Nem kéne ez a könnyítés. Viszont az Zeldából túlszul ejtett élesztő lénynek befogott cucc baromi jól jön menet közben, és azt külön bírom, hogy őt is fel lehet éleszteni. Ergo egyedül kevésbé idegörlő a játék. Annak is nagyon örültem, és lényegesen pörgősebbé tette a harcokat az, hogy varázslat közben is tudsz mozogni. Tudsz taktikázni mozgás közben, több időd van a varázslatok kocsvasztására, és elég sok ügyességet is megkíván. Csak hogy sajnos, mintha már a humor nem lenne a régi, vagy hát túlságosan is az, és túlságosan sok belőle. A halandzsa svéd persze továbbra is jól hangzik, de rengetegszer ugyanazokat a poénokat lövik el, mint korábban. Persze Vlad nem vámpír. Just wizards, no vampires. Ha, zseniális poén. Itt már baromi erőltetetnek érződik. Ugyanígy az utalások, minden centim van belőle 10, ezért már fárasztóak. A történetről nincs sok értelme említést tenni, persze 5-6 órát el lehet vele verni, de igazából csak egy gyűjtője ezeknek a hülyeségeknek, szinte helykipótlónak érződik. A lényeg, hogy a nagy mágus háborúk után járunk és kell mennünk valahova megvédeni valakit, akit meg akarnak ölni valakik. Menet közben meg jön a sok Jörge, Börge, Klaken, Kluken és temérdek mennyiségű agymenés, mint a mazoista céltábla. Ah, Excelsior! Stop a year clearing your arm! Rapinder! Yar! Mordor! Bester Heave! Twitter, you Bester Heave! Ezt tetézi az első részhez képest látványban El Diablo 3-asodás. Ez copyrightos szó. Teljesen kivezett a játékból a kontraszt, minden tök életlen, és nem néz ki rosszul, de kicsit fárasztó a szemnek, pedig vannak jól megdizájnolt pályarészek. Ami egyébként javult az első rész után, az az, hogy az újrajátszhatóságon próbáltak lendíteni, úgyhogy minden leküzdött szint után kapunk artifacteket, amiket egy második játéknál használtunk arra, hogy a játék szabályit megváltoztassuk. Erősíteni tudjuk vele az ellenfeleket, szivatni magunkat, vagy éppen ellenkezőleg. Ide csaptam még a Time Trial-t, meg a Challenge-eket, ezek baromi szórakoztatóak, viszont kellőképpen nehezek is. A Time Trial-ben a történetből kiemelt harcokat lehet egyesével megcsinálni időre, míg a Challenge-ek a már megszokott hullámokra osztott fárasztás. A vicc, hogy sokszor szívesebben eljátszottam ezzel, mint a történettel, mert az már annyira nem kötött le. Amitől viszont kivoltam akadva, hogy mennyire nincsenek beállítások a játékban, konkrétan nem tudtam átállítani a billentyűket, meg ilyesmi. Ez meg azért eléggé elszomorító.
Arra meg ne is beszéljünk, hogy a játék zenéje konkrétan az agyamra megy egy-két helyen, csak nem tudom eldönteni, hogy most csak szar, vagy ez is a poén része. De egy dolgot mindenképpen meg kell dicsérnem, az első részhez képest a megjelenéskor szinte semmi, de tényleg semmi bug nem volt. Oké, néhol a fix kamerakezelés miatt ki tudsz potyogni a képernyőből, és utána szinte kizárt, hogy visszatalálj, mielőtt megdög lesz, és oké, ezt néha a vészteleport is elintézi helyetted, de különösebben semmilyen buggal nem találkoztam, ami akadályozna a játékot az előrehaladásban. Egyetlen egy kirívó hibát véletlen felfedezni, ami annyira a pofádba van túrva, hogy még nem is biztos, hogy hiba, hanem a játék dizájn a fejlesztőktől. Konkrétan egy nagyobb dög test közelben nem tud sebezni, állsz a lába alatt és súlyingat a fejed fölött. Ugyanez nálad a varázslatoknál, hogyha elég közel vannak hozzád a kisebb ellenfelek, ellősz a fejük fölött. Azért annak ellenére, hogy elég negatív vagyok a játékkal szemben, muszáj leszögeznem, hogy nem rossz, egyszerűen csak az első akkora katartikus szórakozás volt, hogy a második részre is valami hasonlót vártam, de sajnos nem tudott odáig felérni. Ha ez lenne az első Magicka, akkor lehet elvitte volna a hátán csak az újdonság varázsa, de így csak az menti meg, hogy ez továbbra is egy budget cím, és itthon is már 6000 forintért lehet emelni a boltok polcaira a deluxe kiadást, amiben mindenféle digitális marhasság van, mint soundtrack, meg extra köpeny a mágusunkra. És így még mindig egy viszonylag olcsó játék ahhoz képest, amit belepakoltak. Az egyképernyőn való kópról meg ne is beszéljünk, mert ugye ez már szinte egy haldokló állatfaj, pedig itt is kijön, hogy úgy az igazi játszani, haverokkal levágódni a gép elé 3-4-en, egy-egy sörrel vagy szörpel. Na sziasztok!